hogy rohadna meg Bill Gates, Microsoft és az összes kicsike puha vállalat a Rágsőhegy megenni. Te mérgesíted, majdnem kidobtam az egész gépet az ablakon, násküszöm. Törülöm le az egészet, hónap Linuxot az összes gépre. Isten itt neki. Ott van az internet olyan lassú, hogy alig telik felfelé valami. Egy 8 perces videót 2 óráig tölt fel. És az a szerencsétlen, az idióta barom Windows 10-es. Egyszer csak kiírja, a közepinél van a videó, tölti felfelé. Egyszer csak kiírja, hogy gépedet 15 perc múlva újból indítsuk, menj meg a munkahadot. Mondom, milyen hagy a kurva is... Bocsánat. Hogy az is... Hogy a rókába mentsem meg? A videót, amit tölt felfelé már egy órája. Most újból indítsa a gépet, és kezdhetem előről a feltöltést. Hogy lehet ilyen, mondjátok meg? Hogy lehet ilyen? Hát nem tudnám megkérdezni, hogy újból indíthatom most a gépet? Vagy adjon opciót, hogy megmondom, na indítsd újból 3 óra múlva. Nem, most 15 perc múlva újból indítom, ha akarod, ha nem, ha tetszik, ha nem. Tögüljetek meg, hogy lehet ilyen idióta barom programozók? Micsoda... Ki hozza ezeket a döntéseket? Barmok. Bocsánat a barmokhoz, már barmoknál is... Marhábbak, idióták, azt se tudom már milyen szavakot. Utálom most már hivatalosan a Windows 10-est, a Microsoftot is. Nem szabadott volna sohasem megérintsem a Windows 10-est. A héten szívtam, és a múlt héten kuncsefjaimnak 2 vagy 3 gépét is elindult magától az update. Magától felupgrade-elte a Windows 10-es, nem kérte senki. Lehet, hogy megkattintottak valamit, de mindenképp nem szabad nagyon könnyen, csak... Az egyik gépe megcsinál az upgrade-et, utána izé semmi, fekete képernyő, be se lehet. Beírták a password-ot, utána fekete képernyő, alig tudtam rendbe szedni. Micsodi rohadt szar, bassza meg. Esküszöm. Vissza kell menjek Windows 7-esre, nincs más megoldás. Nem lehet ezt bírni idegileg a Windows 10-nek a hülyeségeit. Most googleztem meg, át lehet valahol állítani ezt az update szart, de... De egyik hülyeség után jön a másik. És a YouTube-ba persze nincs opció, hogy izé megpauzolja, pause, resume, tehát hogy onnan kezdje újból az update-et. Amúgy felhívtam az internetes céget is, az is van az idegeimre menjem. Már minden 3 hónapban, vagy minden 6 hónapban darabig jó menjen, és akkor valami szar. Feltöltési sebesség 0,19 volt ma. Felhívtam, hónap kiküldnek egy technikust, azt mondta, este 7-ig. Nem sűrűn még elődök fel, gyerekek, de... Amikor így bénít meg a technológia, ez valami hallatlan, emberek. 2016-ban ilyenekkel kell bénázzak. Nem tudok tölteni fel videót, mert lassú az internet. 2016-ban, úristen!
Románia a második vagy harmadik világszinten az internet sebességbe. Én egy 10 per 1-es a hülye Skype, meg kirúglak téged és esküszöm, többet a Skype-ot nem fogom az életbe használni. Hülye izéddel sóhajtozós. Na menj ki, na a dög, hogy lerontanak, kattintok rá, és nem csinál semmit. Azt a hely. Na hát nézd meg, ne, ott van, ne. Kattintok rá, és nem csinál semmit. Dögölj meg! Pusztulj a gépű! Letörülöm, esküszöm, minek Skype, Google Hangouts, annyi egyéb opció van. Sóhajtsa, sóhajtsa. Eddig átültem a Microsoftot, de elegem volt. Mindegy, legalább visszamegyek Windows 7-esres, aztán remélhetőleg a Windows 11-es jobb lesz. Most egy jó verzió, a 7-es után a 8-as, a 10-es szar, két rossz verzió, eddig régebb úgy volt legalább egy jó és egy rossz. Az XP jó volt, a Vista szar volt, 7-es jó volt, 8-as szar, 10-es szar. Ilyenekkel kell küszködjek naponta. Ilyen hülyeségekkel, a Microsoftnak az ökörségeivel. Ez az internet, és ezt a felhívom, felveszi a csaj, mondom neki, kérdez, mi a gond, mibe segíthetek? Na, az a gond, hogy szar! Az a gond, hogy szar az egész felszerelésetek, cégetek, mind szarok vagytok. Nem mondom ezt így, de... Olyan tehetetlenség ember, amikor... mikor nincsen opció, érted, amikor nincs alternatíva. Ez valami olyan szörnyűség, hogy ó, mikor egy van, akkor egy cég közül kell válasszal. Szar a szolgáltatás, amit tud nyújtani, lassú szar, drága. És nem tudsz más választani. Van még egy opció, szatellit internet, ami még drágább, és még szarabb. És ilyen, hogy kitépjed a hajadot, a szakálladot. Itt van az utca végén, ahol van a főút, az aszfaltos út. Ott menjen el a fiber optic. A fiber, hogy mondják magyarul, mit tudom én, üvegdrót. Az üvegdrót ott menjen el az utca végén. 1,2 kilométerre innen. Olyan üveg szalmén el, mint a karom, 1 gigabites internet. És én itt vagyok. És kínlódok a részdróton 10 per 1-essel, s én, hogy elsírjam magam. És ott a főúton a Comcast is van, kábel internet, az legalább tudnék 100 megast venni. Mondjuk az drágább lenne $100, de tudnék venni, mit tudom, 30-40 megast, majdnem ugyanannyi pénzét, $50, most 40-et fizetek, 42-t. És ne, de nem tudok, mert nem tudok, mert nem hozza a kábelt el egy kilométerre. Nem értem, hogy miért, de drága biztos, mit tudom én. És nincs. És nincs opció, nincs választás, ember. És persze, most az újbókért kezdjem a feltöltést. Bedugtam az izét, a kábelt. Meg kicsivel, mintha gyorsabb, mintha wireless lenne.
Hogy lehet így lemaradni 2016-ba Amerikába, nem értem. De Microsoft, hogy tudták ezt a Windows 10-est így összetaknyolni, összebaszni ezekkel az update-ekkel? Csak Cortana. Jó, úgy kirúgtam Cortana-t, mint a macskát szórni. Butalibas az Edge. Az Edge olyan szar. Fagy le, nem használom, mert a Chrome-ot használok, Firefox-ot, Opera-t. De közben kell valamire, mert valami hülye izé government agency nem képes úgy megcsinálni a programjait, hogy fussanak modern browserekbe, és valamire kell használni az Edge-et. Olyan, hogy jöjj, hogy lehányjam az egész számítógépet, kihányjam és összetörjem. Rá kattint, az nem nyílik, meg lefagy, papap, ez nem megy, az nem. Őrület. Lassú szar, fos, húgy gané. Nem is tudom, mi hasonlítom ahhoz, mert azok legalább jókat rágyasol. Úgy fos az, mint hasznos dolog, de a Windows 10-es, és az Edge, és az összes többi fos, ami benne van, az a fosnál is szarabb. Na. Ki kellett ezt öntsem magamból, gyerekek, nem mehetek így lefeküdni, hogy ezt nem öntöm ki magamból, mert na, a YouTube is most oda teszem tőten is upload failed. Mi az anyád van? Nehova. Töltök fel videót 12 perces vagy 13 perces. 1 óra 41 perc 43. És ki tudja még 45, és mindjárt a fejemen 2 óra arra 1.49, 1.50. Ja. 1.51. 1.55. 1%. 1.58. About 2 hours. Jaj! És így mennek át felfelé. 2 óra 2 perc, 3 perc. Remélem hónap kijönnek és megjavítsák, mert... Olyan, na azt nem is mondtam, aztán beléhevültem. Amúgy már 2 óra 18 perc, 19. 21. De... Na, mondja a csaj! Miben segíthetek? Mondom, szar az internet a kurva anyádat! Nem mondom szépen illetelmesen neki. Lassú az internet! És kivetem, összevágom, hogyha nem javítod meg. Mondom, lassú az internet. Ja, és akkor tudjátok, végig kell venni azon a fájdalmas folyamaton. Hát egyszer mielőtt telefonon eléred, nem tudom, ott máshol lesz, hogy van, de itt... Megkérdezi ugye robot, előbb robot. Megkérdezi az account számodot. Beütöd a kép a billentyűzeten, de valamit azt nem fogadják, be kell mondani, akkor bemondod, elfogadja. Akkor még mit tudom, még valamiket kérdez, még megválaszolsz mindent. Na végén elész egy élő személyhez. Egy 20 perc múlva. És mi az első kérdése? Az idiótának? What's your account number? És akkor veszem elé a izét, a shotgun, s falon be a csövit. Na tehát 20 percig kérdeztétek az account számomot, meg a
a social számomnak az utolsó négy jegyét, a telefonszámot, a cipőméretemet, és a izét, a nagyanyámnak a térdekalácsát. És utána felveszed a telefont, és az az első kérdésed, hogy mi az account, hát amiket mind bemondok, az hova menjen? Az átszáll a légbe, hát mikor a telefont te felveszette, az kéne lássat, amiket én oda elmondtam. És akkor még egyszer el kell neki mondjam az egészet, és még pluszba vagy öt kérdést. És a nevemet, és a telefonszámot, és a címem, és a social, és az ilyen, és az olyan. Na mindegy, elmondom neki szép türelmesen, mert már mit tudsz csinálni, el kell mondjad szép türelmesen. Elmondom. És akkor utána tudom, hogy mi fog következni. Mondom neki direkt már a starból, hogy újból indítottam már 6-szor a modemet. De persze az a standard procedura. Megkérlek, húzd ki az áramot a modem seggiből. Oké, kihúzom, mondom, jó, kihúzom, mondom, ne. Jó, húzzuk ki, mert mit tud csinálni. De az utóbbi 3 napban már annyiszor újból indítottam, mondom neki, hogy a speed test 0.19-et mutat a modemen, a status page-en 0.50 valamivel konnektál az 1 MHz féllel, már a startból. Jó, és akkor húzd ki a DSL kábelt a modemből, húzd ki a DSL-t a másik feléből, és akkor húzd ki. Húzza ki mindent, csak akkor dug vissza mindent, és akkor újból indul, és akkor melyik lámpa ég, és akkor ez ég. És akkor most még egy csináljunk, még egy speed testet, még egyet csináltunk, de csak szar, ugye. És akkor végig gürcölünk ezeken a lépéseken, így egyenként, és tudom, lehet ő is tudja, de jó, megértem, hogy ez a procedúra végig kell menni rajtam. Na, de mindegy. De a lényeg az, hogy lát így az átlag kuncsaftoknál, akik nem étnek hozzá, egy öregecske felhívja, lát, hogy ha valamit... De én tudtam, ugye, de én tudom egyből, mikor annyira ismerem az internetemet, hogy mikor valami gáz van, én tudom, már a minap éreztem, emlékeztek-e, vasárnap már mutattam a speed testet, én már az előtt nap tudtam én már, hogy itt valami gáz van. Úgyhogy fájdalmas, mikor végig kell menni ezeken a standard procedurákon, és tudod, hogy úgyis a vége, úgyis hiába csinálod ezeket a lépéseket, mert nem ott van a baj. Na mindegy, végig kínlódjuk ezeket. És a végén azt mondja, hogy ott még valamiket hódra tett egy darabig, és akkor vissza, és azt mondja, hogy és mondom neki, mondtam már közben, hogy volt még ilyen ezelőtt 6 hónapos, ki kellett küldjetek egy embert, az egyik dróttal ott baj volt a villanypóznán, újból kellett csinálja, és utána jó volt. Most azt mondja a csaj, ja, egyik úgy néz ki, hogy egyik dróttal baj van, egy splice-szal, mondom, jó, hát gondoltam, ki kell küldjünk egy technikust. Technikus! Na mindegy, mondta, hogy hónap, hogy szerda este hétig kiküldnek egy technikust. Mondtam, köszönöm szépen, jó éjszakát, elbúcsúztunk szép csendesen. Utána 2-szer a betonfalat megfejáltam. Már megláttam, hogy a Windows 10-es újból akar indulni. Akkor, nem akar, hanem újból fog indulni. Nem kérdezi meg, te mit akarsz, ő elmondja neked, ez van, ez fucking diktatúra, bazd meg. Rohadt mikrofos, bazd meg. Akkor van valami opció, most átállítottam, de nem tudom, hogy meg fog-e maradni, mert van itt, bemész a settingsbe, van az update and security. És a Windows Update alatt van egy Advanced Options. És itt áttettem erre a Notify-ra, ezelőtt az automatikon volt.
Most már a késő út újból indult, de remélem következő kor nem fog. Notify to schedule restart, erre átteszed. És akkor remélhetőleg át kell állítsam a másikot is, mert minap ez is újból indult. Ez közben még szokott blue screen-elni, lehet valami baja van, memória vagy valami. Automatic notify to schedule restart. Give me updates for other Microsoft, hagyja a békén. Nincs elég bajom így is veletek. Először nem tűnt túl rossz, na, hát... Na, leszámítva ezeket az egy-két glitcheket, és az ilyesmit, amúgy nem annyira rossz az a Windows 10-es, de... De amikor idegeidre menj el egy idő után már... Na jó, késő van, nagyon elhúzódott az idő ezzel a sok taknyolással. Megfekszek le, gyerekek. Bocsi, hogy végig kellett hallgassátok ezt a rendet. Rend, hogy mondjak rendnek magyarul ezt a bili kiömlést. Miért nincsenek szavak magyarul? Mi angolra mindent ki van nyitva itt a izé. Béker üssek örökké mindent. Rend, hencegése. Nem hencegés, hanem ilyen panaszkodás, üresen fecseg, üres fecseg és felvágás. Nem talál egyik se. Utálom, mikor nem kapom a szavakot. Na mindegy, meg kell tanuljátok az angol szavaimat, mert nem tudom magyarul ám. Ja. Jó, ennyi volt gyerekek, befejeztem. Ezt a videót 3 napig fogja tölteni. Remélem hónap megcsinálják. Összeszoktam a 10x1-es DSL-lel, esküszöm, mikor menjen rendesen, akkor nincs baj. Megtanultam, hogy hogy konvertáljam, hogy állítsam be a frame mindent, hogy ne legyen túl nagy a méret, de még ne legyen pixeles a kép. Úgyhogy láttátok, jó mentek a videófeltűtések minden, de most a napokban, de amikor baj van, mikor jó menjen, akkor nincs baj, akkor megélek ezzel is. Mert hozzá szoktunk egymáshoz, de mikor gáz van, akkor aztán vége. Na jó. Megkönnyebbültem, kibeszéltem magam. Megdőlök meg. Napa, ezt a videót lát, nem fogja, hogy milyen nap kádvó péntekig lát, nem tőtődik fel. Ó, gyerek. Milyen probléma akkor kell, meg küzdjek. Nem elég, hogy házat kell építsek, s farmot, s fődet kell felépítsek, s meg kell javítsam az összes gépet, mert az egész ilyen technikai hülyeségekkel. Jó. Az ecuadori dzsungel egyre jobb opciónak tűnik, nem is kell ott internet, beoda a csihányban, és se traktor nem kell, se kocsi nem kell, se motor nem kell, semmi se kell. Rossz bicikli a városba tudjak bemenni néha. És nem kell még számítógép se, telefon se, semmi se kell. Ventilátor se, légkondi se, semmi se. Egy lapács, egy masett is. Kész. De az sásna jó, szerintem hamar megunnám. Nem, na jó dolog az internet, jó dolog a technológia. Amikor működik rendesen. Na jó, ennyi gyerekek. Pa.